Hari Krishna. Folytatjuk a Véda, a Kelet bölcsessége című könyv felolvasását, és ugye immáron a második fejezeten belül járunk, aminek a következő alfejezet címe Nem csak egyszer élünk? Kérdőjel. Ez Jayadvaita Swami írása, és egy rövid előszó, egy nyugat-bengáli kislány története alapján arra következtethetünk, hogy a gyermek emlékezett előző életére. Ó, megjelent Timirandasya Gyanan Jana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Goravena Maha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshattarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nem csak egyszer élünk. Jayadvaita Swami írása. Shukla Gupta másfél éves volt, és még alig tudott beszélni, amikor egy párnát ringatva, vagy néha egy fatuskót magához ölelve, Minut szóligatta. Azt mondta, Minu az ő kislánya. S ha elhisszük a történetet, amit Shukla apránként elmesélt az elkövetkezendő 3 évben, Minu valóban a lánya volt, az előző életében. Shukla Indiában a nyugat-bengáli Kampa faluban egy vasutas lányaként jött a világra. A kislány egyike azoknak a különleges gyermekeknek, akiknek a beszámolója és viselkedése alátámasztja azt az elméletet, miszerint testünk halálát túléljük, és egy másik testbe vándorolva folytatjuk az életünket. Ez az elmélet, a reinkarnáció. Közel 500 millió olyan ember él a Földön, akik számára a reinkarnáció nem pusztán elmélet, hanem valóság, egy megkérdőjelezhetetlen tény, amely életszemléletük természetes részét képezi. A reinkarnáció áthatja szentírásaikat, és már ősatyáik ősatyái is hittek benne sok ezer évvel ezelőtt. A keleti emberek mellett a nyugati filozófusok is, legalábbis Plátón idejéig, elképzelhetőnek tartották, hogy a lelkünk korábban más testekben, más életeket élt, és a jövőben is lesznek új életei. De ha valóban voltak előző életeink, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért nem emlékszünk rájuk. Tudva levő azonban, hogy az emlékező képesség gyakran cserben hagyja az embert. Jó, ha azt fel tudjuk idézni, hogy hová tettük a slusszkulcsot. Ha tényleg voltak előző életeink, akkor sem csoda, ha nem emlékszünk rájuk. Egyesek azonban emlékeznek. Shukla nem csak a kislányáról, Minuról beszélt, hanem a férjéről is, akit úgy emlegetett, Minu apja. Ugyanis egy jó hindu feleség nem nevezi nevén a férjét. Férje öccseit, Kétút és Karunát is megemlítette, és elmondta azt is, hogy mindannyian Batparában, a Ratala negyedben éltek. Shukla családja, a Gupták valamelyest ismerték Batparát, s tőlük 11 mérföldnyire délre elhelyezkedő várost, de soha nem hallottak még Rataláról és azokról az emberekről, akikről Shukla beszélt. Shukla azonban a fejébe vette, hogy elmegy oda, és annyira ragaszkodott ez, hogy a szülei nélkül is neki indult volna. Mit tehet egy apa, ha a lánya ennyire akar valamit? Sri K.N. Sen Gupta, Shukla édesapja beszélt a barátaival, s az egyik kollégájának, Sri C.S. Pála állomásfőnök helyettesnek is megemlítette a dolgot. Sri Pála Batpara közelében élt, két unokatestvére pedig a városban. Ezek az unokatestvérek számoltak be arról, hogy Batparában valóban van egy Ratala nevű városrész. Az apa azt is megtudta, hogy ott él egy Kétú nevű férfi, akinek a sógornője, Mana, sok évvel ezelőtt 1948-ban halt meg, hátrahagyva egy karonülő leánygyermeket, Minut. Sri Sen Gupta ezek után úgy döntött, folytatja a nyomozást. Shukla története csupán egyike annak a közel 2000 esetet számláló gyűjteménynek, amely dr. Jan Stevenson, a Virginiai Egyetem pszichiáter professzora munkájának eredménye. Dr. Stevenson több mint
évtizeden át gyűjtötte olyan emberek beszámolóit a világ különböző részeiről, akikről valahogy kiderült, hogy emlékeznek előző életükre. Stevenson személyesen járt utána mintegy 1300 esetnek. Sugla története is közéjük tartozik. Amikor valakinek hitelt érdemlő, emlékei vannak egy előző életről, Stevenson elbeszélget vele és a környezetében élő emberekkel, és amennyiben lehetséges, azokkal is, akikre a vizsgált alany előző életének szereplőiként emlékezik, miközben hétköznapibb, egyszerűbb magyarázatot igyekszik találni a különleges beszámolókra. Itt van egy kis csillagos rész. Dr. Stevenson két könyvet is írt a témában, az egyik a 20 Case Suggestive of Reincarnation, lehet, hogy nem jól ejtettem ki, mindegy, magyarul reinkarnáció 20 perdöntő eset, melyben Sukla története is szerepel, a másik a többkötetes Case vagy Chase of the, hagyjuk, tehát magyarul reinkarnációra utaló esetek, mindkettő a Virginiai Egyetem kiadásában jelent meg. Dr. Stevenson csalásra utaló jeleket keres. Olyan történetekre vadászik, amelyek nem elég részletesek és tele vannak ellentmondással. Bizonyos esetekben azonban, mint amilyen Suklái is, a hétköznapi magyarázatok nem kielégítőek. Miután Sri Sen Gupta tudomást szerzett a Ratalai család létezéséről, úgy döntött, hogy teljesíti Sukla vágyát és odalátogat. A Ratalai család beleegyezésével megszervezte az utazást. Sukla azt mondta, ő majd mutatja az utat a házhoz. Így esett, hogy 1959-ben, amikor Sukla alig múlt 5 éves, Sri Sen Gupta és másik 5 családtag Suklával Batparába utazott. Amikor a városba értek, Sukla számos lehetséges kerülőutat elvetve, a lehető legrövidebb úton egyenesen ahhoz a házhoz vezette őket, melyben Sri Amrital Chakravati állítólagos előző életbeli apósa élt. A család érkezésekor Sri Chakravati éppen az utcán tartózkodott. Amikor Sukla megpillantott a féléken, lehajtotta a fejét, ahogyan hindu szokás szerint egy fiatal nő tenné egy idősebb férfi családtag jelenlétében. De amikor a házba léptek volna, Sukla zavarba jött. Nem tudta, hol a bejárat. Később azonban kiderült, hogy Mana, a nő, akinek az életére Sukla emlékezett, halála után a főutcára nyíló bejáratot megszüntették, s azóta a sikátor felől lehetett csak a házba bejutni. Az egybe gyűltek hamarosan annak is tanúi lehettek, hogy Sukla nem csak a házat ismeri, hanem a benne lakó embereket is. Az anyósát, a sógorait, a férjét és a lányát. Csalás lett volna? Ha egy hollywoodi sztár hozakodik elő azzal, hogy emlékei szerint Perzsia királynője volt egyik előző életében, akkor valóban csalásra gyanakodhatnánk. Itt azonban egy falusi gyerekleányról van szó, aki amint megtanult beszélni, azonnal az előző életéről kezdett mesélni. Olyan emberek életének a részleteit ismerte, akikkel sem ő, sem a családja nem találkozott soha. A legalaposabb nyomozó sem bukkanhatna csalás nyomára, hiszen nincs észszerű magyarázat arra, hogyan juthatott a kislány ilyen információk birtokába, emellett pedig a viselkedése is előző életének nyomait tükrözte. Amrital Chakravati házában Suklát 20-30 ember vette körül, de ő nem jött zavarba, amikor megkérdezték tőle, hogy meg tudná-e mutatni a férjét. Helyesen azonnal Sri Haridana Chakravati felé mutatott. A hindu etikett szabályait betartva Minu apjának nevezte a férfit. Sukla és Sri Haridana Chakravati ezután többször is találkoztak, és Sukla mindig nagyon várta ezeket az alkalmakat. Amikor a férfin volt a sor, hogy ellátogasson hozzá, Sukla arra kérte a családját, hogy garnélával és bulival kínálják, mert ez a férfi kedvenc étele. A családja így is tett, és később kiderült, hogy Suklának igaza volt. Suklá mindig úgy viselkedett Haridana Chakravarti jelenlétében, mint egy tökéletes hindu feleség. Miután a férfi elfogyasztotta az ételét, odaadó hindu feleséghez illően mindent megevett, amit a férfi a tányérján hagyott. Soha nem nyúlt azonban mások ételmaradékához.
Ilyen esetekben általában még a szakszóval kriptomnéziának nevezett rejtett emlékezést szokták emlegetni, mint elfogadható magyarázatot. A pszichológusok tisztában vannak vele, hogy tudatunk több emléket raktároz el annál, mint amit tudatosan fel tudunk idézni. Egy idős ember hipnózisban elmesélheti az 5 éves korában átélt születésnapi ünnepség részleteit, melyeket szokványos tudatállapotában nem tud felidézni. Vagy pontosan beszámolt egy 30 éve olvasott, rég elfelejtett könyv tartalmáról. A kriptomnézia elmélete tehát azt feltételezi, hogy az elmúlt életek eseményeinek tűnő emlékek csupán a tudatalattiból előhívott, régen hallott vagy olvasott információk. A napjainkban igen népszerű, regressziós hipnózisnak nevezett, elmúlt életekbe történő utazások esetében valóban ez látszik a legkézenfekvőbb magyarázatnak. A hipnotizőr arra kéri a páciens, hogy térjen vissza egyik előző életébe, a hipnózis alanya pedig szófogadóan kutat elfelejtett emlékei között, melyek alapján egy teljesen kitalált előző életet állít össze magában. Ennek egyik iskola példájaként említhetjük, amikor 1996-ban egy lelkész lánya hipnózis hatás alatt nagyon érzékletesen festette le egyik előző életét, amit II. Richard király udvarában töltött. Alapos leírásának részletei közül szinte mindegyik igaznak bizonyult, bár sok olyan információval szolgált, melyek felderítésére kutatókat kellett felkérni, akik hangya szorgalommal böngészték át az angol történelem ekkorszakára vonatkozó tudományos leírásokat, köztük olyan dokumentumokat, amelyekhez a lány biztosan nem férhetett hozzá. Végül azonban mégiscsak kiderült, hogy ezek a részletek egy Mathilde grófné című regényből valók, amit a lány 12 éves korában olvasott és azóta teljesen elfelejtett. Emlékezzünk rá, hogy Sukla ezzel szemben nem volt még 5 éves sem, és előző életének emlékei nem hipnózisban, hanem természetes ébrenléti állapotában jelentkeztek. Gondolhatjuk erre, hogy a kislányban egyszerűen ilyen emlékek alakultak ki maguktól, és így jutott az információk birtokába. Ez azonban puszta feltételezés, hiszen nem ismerünk egyetlen olyan normális, köznapi csatornát sem, melyen keresztül ehhez fogható emlékek ébrednének valakiben. Suklának ráadásul nem csak emlékei voltak, hanem olyan embereket is felismert, akik új életében teljesen idegenek voltak. 30 ember közül felismerte Mana anyósát, majd Mana egyik sógorára, Kshetranátra is rámutatott, és tudta azt is, hogy a beceneve Kétú. Egy Kutinak becézett másik sógorát szintén felismerte, de őt a rendes nevén Karunának szólította, amit pedig még a szomszédok sem ismertek. Sukla arról is beszámolt, hogy első gyermeke, egy kisfiú még csecsemőkorában meghalt, ami igaz volt Mana életére. Amikor pedig észrevette Mana lányát, Minut, szeme könnybe lábadt és túláradó szeretettel közeledett felé. Ha a fenti eseményeket hétköznapi módon nem is tudjuk megmagyarázni, talán akad valamilyen kevésbé szokványos magyarázat. Lehet, hogy Sukla valamilyen hatodik érzék, angol kifejezéssel ESP, extraszenzoriális percepció, útján jutott információ birtokába Manáról és családjáról. Kutatások bizonyítják, hogy tényleg létezik a hatodik érzék. Szigorúan ellenőrzött kísérletek során Dr. G.B. Ryan parapszichológus kollégáival együtt meggyőző bizonyítékokat talált a telepátia, a gondolatolvasás képessége és a távolbalátás, avagy a látnoki képesség tárgyak és események érzékszervek nélküli érzékelése létezésére. A kísérletek arról is tanúskodnak, hogy a telepátia és a távolbalátás nagy távolságok esetén is működik. S bár maga az ESP is nehezen hihető, Sukla esetének magyarázatához egyfajta különleges ESP létét kellene feltételeznünk. Az 5 éves kislánynak felmérhetetlen látnoki képességekkel kellett volna rendelkeznie, és emellett érdeklődését valamilyen okból egy ismeretlen városban élő családra kellett volna irányítania,
hogy életük legintimebb részleteit is kiderítse. Okkult radarjának ráadásul szelektívnek is kellett volna lennie, abban az értelemben, hogy miközben apósa házának elhelyezkedésére például emlékezett, azt már nem észlelte, hogy a bejárat Mana halála után máshova került. Továbbá, nem utolsó sorban, valamely általunk ismeretlen célból, Suklának az így megszerzett információból egy színjátékot kellett volna gyúrnia, melyben ő az elhunyt Mana szerepét játsza. Sukla esetében a Minu iránt tanúsított anyai érzelmek voltak a legdrámaiabbak. A kislány kiskorától azt játszotta, hogy Minut ringatja a karjában, és amint megtanult beszélni, folyton arról beszélt, mennyire szeretne Minuval lenni. Sukla és Minu találkozása egy anya és gyermeke könnyes egymásra találásának minden jellemzőjét magán hordozta. Egy alkalommal Mana unokatestvére próbára akarta tenni Suklát, ezért elhitette vele, hogy Minu ratalában lázas betegen fekszik. Sukla sírni kezdett, és a családjának csak nagy sokára sikerült őt megnyugtatni azzal, hogy Minu valójában jól van. Minu az események idején már 12 éves volt, Sukla viszont csak 5. Mivel Minu magasabb volt, Sukla azt mondta, alacsony vagyok. Ezzel együtt azonban, írja Dr. Stevenson, Sukla pontosan úgy viselkedett, ahogyan egy anya viselkedik szeretett lányával. Miután minden lehetőséget fontolóra vett, Dr. Stevenson nagyon óvatosan felveti, hogy erre az esetre talán az a legjobb magyarázat, ha elfogadjuk, hogy Sukla valóban Minu anyja volt, ahogyan azt ő maga is hitte. Ezzel visszajutottunk a reinkarnáció kérdéséhez. A tudomány természetesen soha nem fogja tudni bebizonyítani, hogy a reinkarnáció valóban létezik. Bár ami azt illeti, a tudomány valójában semmit sem tud bebizonyítani. A tudomány mindössze az alapos adatgyűjtésben segíthet, hogy aztán ez alapján megtaláljuk a legkövetkezetesebb és legészszerűbb magyarázatot. Az adathalmaz növekedésével a magyarázatoknak is változniuk kell. Dr. Stevenson és más kutatók munkájának köszönhetően egy tekintélyes adathalmazzal találjuk szembe magunkat, amely határozottan arra utal, hogy a reinkarnáció létezik. A tudomány azonban nem segít minket közelebb jutni e tény tisztázásához. Hogyan játszódik le a folyamat? Miért van reinkarnáció? Ki vagy mi születik meg újra? Mennyi idő telik el két születés között? Ez mindnyájunkkal megtörténik, vagy csak egyesekkel? Egy nap talán a tudományos kutatások alapján is megszületnek a válaszok ezekre a kérdésekre. Egyelőre azonban a tudósok nem igen tehetnek más, mint hogy gyűjtik az adatokat és találgatnak. Ha viszont a reinkarnáció mindenkivel megtörténik, akkor magunk is megfejthetjük működésének titkát, azáltal, hogy megtapasztaljuk, talán számtalanszor is, mielőtt a tudomány akár csak neki látna kibogozni, hogy miről is van szó. A Hare Krishna mozgalom tagjai azonban másként próbálják megérteni a dolgokat. Ha egy ismeretlen és bonyolult szerkezettel találjuk szembe magunkat, megfigyelhetjük és megpróbálhatunk rájönni, hogyan működik. Próbálgathatjuk, hogy lássuk, mi történik. Elhívhatjuk a barátainkat is, hogy segítsenek kitalálni, mire valók a különféle görgők, kapcsolók és vezetékek. Talán megfejtjük, hogyan működik, talán nem. Ám ha biztosra akarunk menni, ha valóban meg akarjuk érteni a szerkezet működését, a legjobb, ha ahhoz fordulunk, aki megépítette. Az univerzum működését is úgy érthetjük meg a legegyszerűbben, beleértve a reinkarnáció finom működését, ha attól a valakitől tudakozódunk róla, aki a világ mindenség mögött áll. Szinte magától értetődő, hogy az univerzum gépezete mögött áll valaki. Persze mindenkinek jogában áll más véleményt alkotni. Az axióma elutasításával azonban ránk hárul a feladat, hogy megmagyarázzuk, mégis miként működik és miként áll össze olyan tökéletesen az univerzum, ha semmiféle intelligencia nem áll mögötte. Mondhatjuk, hogy minden véletlenül történik, ami persze nem minősül magyarázatnak. Érvelhetünk azzal, hogy létezik egy mindenek fölött álló személytelen erő, amely intelligencia és akarat nélkül mindent működtet.
Akár meg is kerülhetjük a problémát, ha kijelentjük, hogy minden, amit látunk, csupán illúzió, vagyis a gépezet nem is létezik. Ebben az esetben viszont azt kell megmagyaráznunk, hogy honnan származik az illúzió. Ezzel pedig visszajutottunk az eredeti problémához. Sokkal egyszerűbb és észszerűbb azt feltételeznünk, hogy a kozmosz működése a legfelsőbb értelemnek, azaz a legfelsőbb személynek köszönhető. Amikor a Krisna nevet említjük, ezt a létezőt értjük alatta. Számtalan megkérdőjelezhetetlen érv szól amellett, hogy a művet, melyet világszerte a Bhagavad Gita néven ismernek, Krisna maga beszélte el. Ezért a Hare Krisna mozgalom tagjai a Bhagavad Gita alapján ismerik meg a reinkarnációt csak úgy, mint Krisna többi híve immár sok ezer év óta. A Bhagavad Gita-ban Krisna kijelenti, hogy a reinkarnáció mindenkivel megtörténik. Annak számára, aki megszületik, biztos a halál, mondja Krisna. A halált pedig biztos, hogy újabb születés követi. Krisna ezt az életről életre való vándorlást az átöltözéshez hasonlítja. Valódi önmagunk, a lelkünk, örökké való, de átmeneti testeket ölt magára egyiket a másik után. Ez azt jelenti, hogy nem változunk egy másik személyé, amikor egyik testünket egy másikra cseréljük, ahogyan akkor sem változunk meg, amikor átöltözünk, vagy amikor gyermektestünk felnő. Ugyanazok maradunk, miközben megfigyeljük, hogy testünk és elménk folyamatosan változik. Gyermekből felnőttek, majd öregek leszünk. Krisna azt mondja, hogy ugyanígy a halál is csak egy átalakulás, egyik testből átlépünk a másikba. A halál ugyanakkor semmihez sem hasonlítható. A halál az elképzelhető legnagyobb megrázkódtatás. És amikor egyszer csak ott találjuk magunkat a másik oldalon, előző életünk minden részletét elfelejtjük, ahogyan egy alvó ember sem tudja, mit csinált napközben, ébredéskor pedig egyszeriben elfelejti az álmait. Ritkán azonban előfordul, hogy az emlékek nem oszlanak el, ahogyan ez Shukla Gupta esetében történt. Shukla emlékezett az otthonára, a családjára és a ruháira is. Beszélt arról a három száriról, melyeket előző életében hordott, különösen arról a kettőről, melyek finom benáreszi selyemből készültek. Amikor pedig ellátogatott a házba, amit előző otthonának tartott, egy ládában mások ruhái között megtalálta a szárikat. Kivette a saját három száriát, melyekről kiderült, hogy tényleg manáé voltak. Shukla beszélt egy részkancsóról, ami a ház egyik szobájában volt. Látogatásokor a kancsó még mindig a helyén állt. A helyiség egykor Mana hálószobája volt, melyben Shukla pontosan meg tudta mutatni, hol volt Mana fekhelye. Amikor pedig megpillantotta régi varrógépét, amit korábban Mana használt, könnyek szöktek a szemébe. Ha el is felejtjük előző életeinket, jelenlegi életünkre akkor is hatást gyakorolnak. A Bhagavad Gita azt mondja, előző életünk tettei és gondolatai alakítják ki a testet, melyben legközelebbi életünkben megszületünk. Jelen életünk tetteivel pedig a következőhöz vezető utat kövezzük ki. A Bhagavad Gita szerint már sok-sok millió életet leéltünk, és elképzelhető, hogy még sok-sok millió élet vár ránk. Olykor emberi testet öltünk majd magunkra, máskor pedig alacsonyabb rendű, állati vagy növényi testekbe kényszerülünk. Ha azonban megismerjük az önvalót, mondja a Gita, kiszabadulhatunk az inkarnációk vég nélküli körforgásából. Felülemelkedhetünk az anyagi léten és visszatérhetünk örök otthonunkba, Krisnához, a lelki világba. A Bhagavad Gita rámutat, hogy mindannyiunk léte örök, ahogyan Krisnáé is az, s valódi létünk az örök élet Krisna társaságában. Miközben életről életre vándorolunk, nincs semmi, amiben megkapaszkodhatnánk, mivel az anyagi világban minden ideiglenes. Minden elmúlik és végül értelmét veszti. A Bhagavad Gita ezért azt javasolja, hogy most, jelenlegi emberi életünkben fektessük minden energiánkat és időnket abba, hogy a lelki fejlődés végére érjünk. Shukla 7 éves kora körül kezdte elfelejteni előző élete emlékeit. Az az élet azonban már jóval azelőtt semmivé lett, hogy a róla szóló emlékei elhalványultak volna. Shukla
megemlítette, hogy előző életében, amikor mana volt, volt két tehene és egy papagája. Ám mana halála után a tehenek meghaltak, a papagáj pedig elrepült. A következő fejezet címe: Miért történnek jó emberekkel rossz dolgok? Ravindra Svarupa Das jegyezte azt az írást, amit majd fogok a következő alkalomban felolvasni. Véda, a kelet bölcsessége, Ki Jai Srila Prabhupád, Ki Jai, Jayadvaita Swami Das. Ki Jai, Jaini Taigóra, Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda, Ki Jai. Köszönöm, hogy meghallgattál. Hare Krishna.